Sziasztok, Bálint Erika vagyok, a Tapéta a Karnis Kft-től. Most azok figyeljenek, akik a klasszikus stílust szeretik, ugyanis a Trianon 13. kiadását hoztam el. Elnézést kérek a név miatt, a gyártó folyamatosan ezt adja neki, és ez egy nagyon sikeres sorozat azok között, akik a klasszikus tapétákat szeretik, úgyhogy nézzük meg, mert tényleg érdemes, hogyha ilyenre vágysz. Lefelé fordítom szokás szerint, és akkor nézzük. Ez a stílus, amire számíthatsz majd ebben a katalógusban. Itt nagyon szépek a színei. Rögtön indít ezzel a kis világos babakék jellegűvel. És van itt róla egy szobakép is. Szép, nagyon kis vékonyan van megrajzolva, tehát ez egy sűrű minta, de itt a vékony rajzolat miatt olyan, amit nyugodtan felrakhatsz, nem lesz túl zsúfolt. Ez az egyszínű, amit javasol hozzá, ez is egy picit ilyen kékes-szürkés árnyalat. És akkor itt is még ezek a kékesek folytatódnak, ugye van egy klasszikus csíkosunk, keskeny csíkos, van egy másik ilyen barokkos mintánk, ez is csodaszép, ezen a kis világos törtfehéres alapon van szintén ez a kékes minta. És kiegészítőnek javasolja hozzá ezt a fehér selyem tapétát, illetve ugye ezt a szürkés kéket. Ennek a kettőnek a mintája ugyanaz, ennek a kettőnek, csak ugye a színe különbözik. Aztán a következő egy ilyen törtfehéres minta, amihez itt javasol egy ilyen, ezt eddig nem láttam még, ez egy ilyen nagyon-nagyon apró minta, ami kiemeli ezt a szövetes jelleget. Ugye ezeknek is van egy nagyon jó kis kellemes szövetes hatása, tehát tényleg az ember oda megy és megsimogatja, hogy lássa, hogy mégis ez milyen, és ezzel a mintával szerintem pont ráerősített, mert ennek van egy jó kis struktúrája is, ami megint csak ezt erősíti. A fehérrel tudod kiegészíteni. A következőnél egy ilyen halvány szürkésben látjuk ugyanezt a pici kis textiles mintát, és akkor a csíkos az a tört fehér és az ezüst csík, ezt pedig már láttuk az előbb. A következő egy gyönyörű szép barnás motívum. Mindjárt mutatom. Ez ilyen. Ez egy kicsit ugye nagyobb minta, erősebben van megrajzolva, de az alapja, illetve a kidolgozottsága megint csak ez a kis nagyon különleges szövetjelleg. Ugyanazt az egyszínűt javasolja hozzá, illetve ennek van kettő árnyalata. Ez a fehér, és akkor ez pedig ez a szürkés barna, illetve van hozzá egy ilyen szövetes is. A következő egy ilyen kicsit ilyen rózsaszínes minta. Most azt nézem, de jól mutatom, igen. Májvás inkább. Ezt már látok ezt a mintát, csak ugye ez új színben jelent meg. És akkor van is hozzá egy ilyen pont hozzá illő egyszínű. Ennek is van egy kicsit ilyen májvás beütése. Mindegyik tapéta 53 centi széles, 10 méter hosszú, tehát ez a normál méret, és fleece tapéta, amit itt a körben is látunk felírva, illetve itt van a jel, amikor merőlegesen áll az ecset a falra, ugye tudjuk, hogy ez mutatja azt, hogy ez egy fleece tapéta, úgy írjuk, hogy vlies. Itt sötét szürkés barnán van ez az erősebb májvás minta, és annak megfelelően javasolja ugye ezt a sötétebb egyszínűt, vagy pedig ezt a májvásat kiegészítőnek, mert ugye egy falnál többre nem nagyon rakjuk ezt a tapétát. Nézd meg például ebben a szobában, ezt nagyon érdemes megnézni, tehát látod, hogy jó sűrű a minta, még ráadásul ennek vastagabb is ugye a rajzolata, mint ott elől azoknak a kis hullámos ívőeknek, de mégsem érzett zsúfoltnak a szobát, mert minden mást teljesen lecsupaszított. A mennyezet fehér, oldalt a
a függönyön semmi minta nincs, ez a fal is teljesen egyszínű, az ágytakarón sincs minta, a padlóban sem, a falon sem, tehát sehol nincs más minta, minden teljesen le van egyszerűsítve, ez gyönyörűen le van zárva, ugye a klasszikus stílusnál mindig a széles tukkóval zárjuk, és így teljesen tud érvényesülni ez a tapéta, nagyon kellemes, klasszikus, elegáns és egy megnyugtató hatása van. Nem úgy, mint ennek, ugye ez egy abszolút élénkítő hatású szín. Itt van belőle egy szobarészlet, itt is láthatod, hogy csak és kizárólag mindent ilyen nagyon egyszerűre, tehát a kandallónak is egyszerű a stílusa, a fotel is teljesen egyszerű, a csillár egyedül, amit díszítettebb, de ez sem véletlenül, hiszen ebben pont megvannak azok az évei, amiket itt is látsz. Úgyhogy ez itt szándékos volt, és jól is sikerült ehhez az erős színhez ezt a nagyon erős alapot javasolja, de persze nyugodtan használhatsz fehéret, vagy egy bést, vagy valami másik simát, ami neked jobban tetszik, ha nem akarod annyira sötétíteni. Ez egy ilyen füstös barna szín, nagyon különleges, kicsit ez olyan hideg árnyalat nekem. Itt a sötét szürke és fekete a minta rajta. Aztán következik ez a bézses, ez egy nagyon kellemes, szerintem sok otthonban ez nagyon jó megoldás lehet. Nincs ennyire nagy különbség az alap és a minta között, mint ahogy ott a képernyőn most látszódik. Kicsit finomabb az átmenet. Egy barna bútorhoz szerintem csodálatos, szép lehet, ugyanúgy, ahogy ez is egy picit élénkebb. Ugye itt valóban ekkora a kontraszt, mint amit ott látsz. És akkor ezek, amiket javasol hozzá, ugye, kiegészítőnek. Illetve lehet ezt a csíkosat is hozzá. Aztán következik a zöld arany. Ugye ezekben a klasszikus katalógusokban ez rendre elő szokott fordulni. És nem is véletlen, mert csodaszépek. Ezt nagyon szeretem, ezt a mintát, ez egy nekem egy kicsit újszerű, ilyen vastagabb is, de lazább is, tehát mindenképpen figyelemfelkeltő, abszolút odavonza a szemet, így néz ki felrakva. De szerintem nagyon szépen eltalálták a színét is, tehát nem egy unalmas barnát, hanem picit egy ilyen antikrézes barnás. Nekem olyannak tűnik. Aztán ugye a sejem tapéta az mindig olyan, ez most egy zöld változat, itt arany, sötét aranyjal, vagy barnással. A sejem tapéta, ez ugye sejem felületűnek mondott tapéta, ezek hajlamosak rá, hogy átvegyék a szobában a többi színt. Ugye a bordó arany is nagyon jellegzetes ezekben az enteriőrökben. Ez a sárga szín, ez nagyon merész, néha lehet ilyet látni egy-két kastélyban, hogyha szoktál menni látogatni. Hát azok mindig különlegesek. Ez is egy aranysárga kiegészítő hozzá. Hogyha nem szereted ennyire ezeket az erős színeket, akkor pedig választhatod ezt a fehéret. Ugye? Esetleg egy kicsit ezzel az erősebb szürkés barnával fel tudod dobni. Ez egy ilyen füstös, szürkés, ezüstös szín. Ez megint olyan, hogy ahogy csillog rajta a nap, attól függ, hogy éppen milyen színét mutatja. Ez pedig ugye az a minta, amit mutattam az előbb, hogy szerintem csodaszép, annak egy nagyon szép színe, egy kicsit ilyen pasztelles, és ilyen szobát hoztak ki belőle. Ez egy elég kis női szoba, én úgy gondolom. Nagyon szép ez a szövetes egyszínűje, illetve ez a kis sima. És akkor itt a végén van még egy ilyen nagyon kis világos színösszeállítás, ugyanígy a csíkosból, a virágos indásból, az egyszínűjéből,
és a szövetesből. Szóval ennyi a Trianon 13 katalógus. Hogyha maradt kérdésed, akkor nyugodtan hív fel minket, megnézzük, segítünk még a színet színpontosítani, vagy esetleg küldünk még közelebbi fotókat, hogyha arra van szükséged.